Görgényi Ernőt javasolja polgármesternek a Fidesz-gyulai szervezete, jelentette be a kedd délutáni sajtótájékoztatón a párt helyi elnöke. Alt Norbert elmondta, múlt héten tartottak közgyűlést, melyen a polgármester személye mellett a 9 induló képviselőjelölt is egyhangú támogatást kapott. Érdekesség, hogy a 10 körzetből egy helyen nem indítanak jelöltet, ez pedig a Törökzugi, ahol Görgényi Ernő elmondása szerint jól együtt tudnak dolgozni a gyulai városbarátok körének képviselőjével, Vigné Fábián Diánával. 2 körzetben viszont új jelöltet állítanak, a 2-esben az 1994 óta dolgozó Ökrös István visszavonul, őt Szilágyi Terézia válthatja a városházán. Dr. Ökrös István után kellően nagy és kihívásokkal teli a feladat, hogy az ő munkájának is én úgy gondolom meg kell felelni, hiszen ő nagyon jól tudta egyesíteni azt, hogy a kertvárosi részen és a külterületen élők érdekeit is megpróbálta egyensúlyban képviselni. A tervem nekem is ugyanez, hiszen én is ott lakom, hogy az ott élőket, mind akik a városon belül, mind akik külterületen élnek, azoknak is megfelelően képviselje mindenkinek a saját érdeke szerint és a város jobbítására. A 4-es körzetben Mittag Mónika munkahelyi elfoglaltsága miatt nem indul, a helyét Flaum Mária veheti át. Körzetben levő jobb életszínvonal, jobb lét, tehát hogy jobban érezze mindenki magát, közösséget tudjunk kialakítani. Közösen a németvárosiak, az újvárosi rész, aki ide tartozik, a belvárosból, akik ide tartoznak, tehát egy-egy kis közösséget, és én azt gondolom, hogy minden tudásom és a lelkiismeretem szerint szeretném képviselni őket abban, hogy ezek megvalósuljanak, hogy a városrész szépüljön, épüljön és fejlődjön, ugyanúgy, ahogy a többi városrész, és természetesen a város érdekeit is szem előtt tartva. A sajtótájékoztatón Görgényi Ernő az eddig elvégzett munka folytatását ígérte. Ebben a folyton változó és sokszor kaotikus világban politikai stabilitás érvényesül Gyulán. Összefogás, együttműködés, partnerség, azt nézzük, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a jó célokat, és még így is nagyon nehéz. Ami nagyon fontos, tovább kell folytatni a gazdaságfejlesztési programunkat, tovább kell folytatni ezen belül az ipar és turizmus fejlesztési elképzeléseink megvalósítását, a városi életminőség javítását szolgáló beruházásokat, ezen belül az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a szociális szféra rendkívül fontos a város megtartó ereje szempontjából és vonzereje szempontjából egyaránt. Egy jókedvű, kultúrált, polgári várost építünk a továbbiakban is, hogy legyen Gyula a jövőben is a zöld város, ahol a gazdaság is virágzik. Az önkormányzati választást június 9-én tartják.